Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Nagy veszélybe került egy fontos ágazat, rendkívül gyenge 2023-as évet zártak a méztermelők. A témával részletesen is foglalkozunk később, de előtte nézzük a teljes kínálatot. Egyre többen, folyamatosan emelkedik a szakképzésben tanulók száma. Veszélyben, nincsenek jó helyzetben a méhészek. Beruházás, zöldség-gyümölcs feldolgozó épült Gába Vencsellőn. Több mint 1000 diákkal nőtt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiban tanulók száma 2023-ban az azt megelőző évhez képest. A centrum főigazgatója azt mondta, eredményes időszakon vannak túl az intézmények, a tanulók a szakmai versenyeken is kiválóan teljesítettek. A tavalyi évben a szakképzés népszerűsítését célzó programok is jól sikerültek. Kiváló visszajelzések érkeztek például az első alkalommal megrendezett Szakmafest pályaválasztási kiállítása. Én úgy gondolom, hogy a 2023 ismét egy eredményes évnek mondható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szempontjából. A 10 iskolában közel 10 000-en vettek részt szakmai oktatásban, és vesznek részt most is szakmai oktatásban. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy növekvő tendencia a beiskolázást illetően, és nagyon örömteli, hogy egyre többen választják a szakképzést, és látják meg azt, hogy a szakképzésben is van karrier lehetőség, van egy lehetséges életút. A másik szempont pedig az, hogy nőtt a duális partnerünk száma, hiszen nekünk az az alapvető feladatunk, hogy itt helyben szolgáljuk a munkaerőpiacot, és hát ugye azt érzékeljük, hogy Nyíregyházás térségében egyre több olyan cég van, aki munkaerőt keres. Ahhoz, hogy mi jól tudjuk végezni a munkánkat, ahhoz az kell, hogy megfelelő impulzusokat kapjunk, milyen szakemberekre van szükség, kiket képezzünk. Nagyon örömteli számunkra, hogy részt vehettünk egy együttműködésben Nyíregyházán, amely az elmúlt évben ért meg, úgy gondolom igazán, ahol ugyanis a Szakképzési Centrum, Duális Partnerek, Foglalkoztatási Főosztály, Kamara a Foglalkoztatási Paktum keretében működött együtt, és közösen azon munkálkodott, hogy tudunk egyre több szakembert kibocsájtani ezekből az intézményekből. És hát ennek volt, azt gondolom, hogy az egyik leglátványosabb esemény a Szakmafest, amiben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum nagyon jelentős szerepet vállalt. Közel 300 duális partnerrel dolgozunk együtt. Ez azt jelenti, hogy a tanulóink közül egyre többen mennek ki munkaszerződéssel cégekhez. Most már több mint 3000 ilyen tanuló van, és azt gondolom, hogy ez azt a célt szolgálja, hogy valós munkakörülmények között ezek a fiatalok valóban jó szakemberekké válnak, szakemberek mellett válnak jó szakembereknek, a cégek pedig a saját munkaerőigényüket tudják gyakorlatilag oktatni és kiképezni oly módon, amire nekik szükségük van. Nagyon szép versenyeredményeink voltak az elmúlt évben is, és hát itt el kell mondanom, hogy egyformán fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt. Ismét nagyon sok országos versenyeredményünk volt, sokat lehetett hallani a Bánkai Robot Teamről, a Tekert csoportról, de nagyon sok energiát fordítottunk arra, hogy felzárkóztassuk azokat, akik hátrányos helyzetűek, illetve pozitívumként mondhatjuk el, hogy a dobbantó műhelyiskolai programunk a Bencsben továbbfejlődött, kiszélesedett, ez most már Tiszavasváriban és Tiszarökön is folytatódik ez a tevékenység, és ez országosan is példaértékű. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy szép évet zártunk, és hát évvégén egy közös karácsonyi ünnepség keretében ismerhettük azokat, akik a legjobban szerepeltek 2023-ban. Melyek mondhatóak most gyakorlatilag húzóágazatnak, illetve melyek azok a szakok, ahol talán hiány van? Én úgy gondolom, hogy húzóágazat mindenképpen a gépészet, a specializált gép és járműgyártás, egyre több cég keresés, ami cégekkel beszélgetve náluk járva, azt tapasztalom, hogy
hogy ők azt mondják, hogy karbantartót keresnek, illetve olyan szakembereket, akik gyakorlatilag a gépekhez gépészként, mechatronikusként tud hozzányúlni. A mechatronikus az azért is fontos, mert hogy egyre több szerepet kapnak a robotok, és hát akik a robotokat tudják javítani, a mechatronikával foglalkozó szakemberek, és előbb-utóbb kell majd olyan szakember is, aki úgynevezett robotszerelő lesz, nem tudjuk még ennek a szakmának a nevét. Tehát mindenképpen ezen a területen kell képeznünk, de én azt szoktam mondani, hogy minden szakma hiány szakma, már régen azt mondták, hogy hiány szakma, hiszen mindenki keres jó szakembert. A szakképzési centrum iskoláiban 23 ágazatban kínálunk szakmákat, ugye többféle formában, szakképzőiskolában, technikumban, említettem már a rugalmas tanulási utakat, ahol a dobbantó műhelyiskola, és hát nagyon jelentős szerepe van a felnőttek oktatásának is, és ez egy nagyon nagy lehetőség. Én hangsúlyoznám azt, hogy két szakma és egy szakképesítés ma Magyarországon mindenki számára ingyenes és érdemes felnőttként tanulni, és nagyon sokan tanulnak is felnőttként szakmát, egy újfajta lehetőséget, azt szokták mondani, hogy egy másik talpon állási lehetőséget keresnek, és én úgy gondolom, hogy most már az iskoláink megtalálták a saját helyüket. Mindenki azt a területet, amiben ő jó, folyamatosan fejleszti magát. Nagyon fontosnak tartom az egyetemekkel való együttműködést. A Nyíregyházi Egyetemmel nagyon jó a kapcsolatunk, és említeném még itt a Debreceni Egyetemet, a Közszolgálati Egyetemet, ahol megint csak van okleveles technikus képzésünk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most már 5 iskolánkban, 8 ágazatban van lehetőség arra, hogy okleveles technikusként tanuljanak a hozzánk érkezők. Azt gondolom, hogy a szakképzés most nagyon sok tanulási utat tud biztosítani a hozzánk jelentkezőknek, vagy a hozzánk érkezőknek, hiszen lehetőség van arra, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelően a saját tempójában tanuljon tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki úgy ítéli meg, vagy a szülő úgy ítéli meg, hogy lehet, hogy még nem jó neki a technikum, akkor beiratkozik szakképzőiskolába, és utána szerez majd érettségi technikus oklevelet. De aki úgy gondolja, hogy technikumba jön, akkor egyrészt a technikusi oklevél el, ugye egyszerre fog most már kapni érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet, azzal lehet középvezető, de ha ilyen okleveles technikus képzésben vesz részt, akkor az egyetemek kreditbeszámítással veszik föl majd, és azt jelenti, hogy az ő képzési ideje lerövidül, illetve már a középiskolai tanulmányok alatt megismerheti azt az egyetemet, ahová később elmegy majd tanulni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jó dolgok, és hát ha valaki érettségi után gondolja úgy, hogy szakmát szeretne mégis csak tanulni, vagy éppen nem veszik fel a felsőoktatási intézménybe, és azt gondolja, hogy ezt a kieső időt hasznossá teszi, akkor ő eljöhet hozzánk érettségi után úgynevezett közismereti tartalom nélküli képzés keretében szerezhet szakmát, vagy akár technikusi oklevelet is, és akkor később folytatja majd ezt a tanulmányt. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon sokféle forma van, és akkor említettük ezt a rugalmas tanulási utakat, ott pedig, ha valaki akár felnőttként is valami miatt nem tudta elvégezni az általános iskolai tanulmányait, beiratkozhat az úgynevezett dobbantó programba, ahol kis csoportokban, a saját tempójában, amikor már elérte azt a szintet, gyakorlatilag átdobbant a műhelyiskolába, ahol egy részszakmát szerez, és most már itt is megvan a lehetősége annak, hogy a részszakma megszerzését követően ő tovább folytassa a tanulmányait a szakképzésben. Tehát erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy mindenki a saját ütemében, saját tempójában, képességeinek megfelelően haladhat tovább. Számunkra az a cél, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni, tudjon munkába állni, tudjon pénzt keresni. Amit én még nagyon fontosnak tartom, hogy, és úgy gondolom, hogy a mi régünkben ez különösen jó, ez az ösztöndíjrendszer, ami ehhez társul. Tehát ha arra gondolunk, hogy itt nagyon sok olyan ember él, akinek meg kell gondolnia, hogy mire költi a pénzét, és nincsenek nagy jövedelmek a családokban, nekik bizonyára hasznos az, hogy a gyerek már, amikor beiratkozott és elkezdett tanulmányait, ösztöndíjat kap.
Ez azt jelenti, hogy technikus képzésben, amikor megkezdte a tanulmányait, már havi 8000 forintot kap, szakképző iskolában pedig 16000 forintot, tehát már az ágazati alapoktatás ideje alatt is kap ösztöndíjat. Amikor pedig bekapcsolódik a szakrányi oktatásba, ha kimegy egy céghez, és ott munkaszerződést köt, szakképzési munkaszerződést köt, akkor ott már 100000 és a fölötti 150000 forint körüli összeget is keresett, attól függően, hogy az adott cég, ahol van, hogy áll, és milyen juttatásokat tud még emellé tenni. És hát hangsúlyoznám, hogy az is nagyon fontos, hogy amikor ő megkapta a bizonyítványát, akkor ő egy egyszeri pályakezdési juttatásban részesül. Ez sem egy utolsó szempont, hogyha valaki elkezdi a pályáját, akkor van egy alap, amiből elkezdheti a munkáját. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy keressenek bennünket. Minden iskolában vannak kollégák, akik tudnak válaszolni a kérdésekre, de azt gondolom, hogy Nyíregyházán már sokan tudják, hogy van egy hellószakma.hu pályorientációs portálunk, de a Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja az nsc.hu is nagyon sok információt tartalmaz. Egyéb iránt a képzési kínálat bővül idén szeptembertől? Folyamatosan bővül a képzési kínálatunk, igyekszünk az igényeknek megfelelni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilvánvalóan az iskola rendszerben megvannak az ágazataink, megvannak a szakmáink. A bővítést ott úgy kell elképzelni, mondok egy konkrét példát, hogy például most már a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve az AI-ba indul a óvodai nevelő képzést, ezeket felsőoktatási intézménnyel együttműködve lehet oktatni, tehát ez is okleveles technikus képzés keretében fog működni, de felnőtt oktatás keretében nincs olyan, hogy nem oktatunk. Én azt szoktam mondani, hogy a Bányász is aranyműves kivételével gyakorlatilag mi mindent képezünk, oktatunk, amire szükség van, hiszen még egyszer mondom, hogy a fenntartó is azt mondja, hogy a munkaerőpiaci igényeket ki kell szolgálnunk, meg kell találni a lehetőséget. Hangsúlyozom, ez csak a duális partnerekkel együttműködve működik, hiszen nincs minden ágazatban oktatunk. De ha azt mondja egy gazdálkodó szervezet, hogy a mérnökei segítenek ebben, nekik van oktatójuk, akkor minden további nélkül, illetve hát nagyon sok külső óraadó tanára is dolgozunk, hiszen változnak a képzések, illetve hát a Nyíregyházi Szakképzési Centrum felnőtt képzési tevékenységet is folytat, ez az úgynevezett programkövetelményes képzéseknél. Ha egy cég megkeres bennünket is, azt mondja, hogy neki egy bizonyos munkakörre szüksége lenne, akár volt olyanra is példa, hogy együtt írtuk meg ezt a bizonyos programkövetelményt, és a mi oktatóink és az adott cégnek a munkatársai közösen végezték a képzést. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak van vizsgaközpontja, amely ezeket a programkövetelményes képzéseknél a vizsgákat le tudja bonyolítani, illetve 2025-ig még az iskoláink vizsgaközpontként működnek, és a saját tanulóikat ők vizsgáztatják. A mezőgazdaság számos területén áldásos hatása volt tavaly a sok esőnek, a méztermelőknél ez nem feltétlenül van így, átlag alatti volt az akác és a repce hozama is. Az ágazatot más problémák is sújtják, a piacot ugyanis ellepték az Európán kívülről érkező méznek nem nevezhető termékek. Az elmúlt évről és a közeljövő kilátásairól kérdezem most Hók Józsefet, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Évről évre beszélgetünk, sosincs túlságosan jó helyzetben, virágzó helyzetben a méhészet. Most ugye azt gondolná az ember, hogy az időjárás azért áldásos volt, mint ahogyan a felvezetőben is elhangzott, de önök azt mondják, hogy mégsem. Miért? Induljunk ki a beállítottság szempontjából végül is tavasszal, vagy hát a lakácvirágzásnak, vagy bármilyen növénynek a talajbeállítottsága szükséges. Ugye, ha beázottság. Itt a sok csapadék. Uh-huh. Ha visszagondolunk a 22-es nyárra, a nagy aszályra, amikor minden mondhatjuk, hogy kisült. Utána azért volt csapadék, de a talajba, az a csapadék se tudta a talajban lévő, itt egy akácfára gondolva azért 5-7-8 méterre mennek le a gyökerei, ahonnan föl kéne, hogy tudják szívni a vizet. Ugye maga egy homokos területen vagyunk, ezek a vizek is végül is pillanatok alatt elillannak, maga a talajbázottsága még így se volt tényleg jelentős mennyiségű csapadék hatására sem megfelelő. És
mondanánk a következőt, vagy mondhatnám a következőt, csak emeljük ki az akácvirágzást. Akácvirágzás idején minimum 18 fokos hőmérséklet szükséges a nektár képződéshez. Szél nem lehet, reggelente minimum egy minimális pára, napsütés, melegedés szükséges. Akkor egy-egy felhős idő, amikor pont az akácvirágzás van, és éppen nem érjük el csak a 22 fokot, 23 fokot, vagy reggel kelünk egy 6-8 fokos hőmérsékletre, és délután 3-4 órára érjük el ezt a 18-20 fokot, a nektárképződés minimális lehet, vagy a begyűjtési idő, amíg a méhek tudnak gyűjteni, minimális arra a napra esőleg. Ezért nem lehetett tökéletes a termésünk, de azért itt a nyírségi része, vagy Szabolcs megyében mondhatnánk, hogy nem panaszkodunk az akasz termésre. No, hát akkor ezt akartam kérdezni, hogy egyébként mennyiségileg hogyan lehetne összehasonlítani az előző évek termés mennyiségét a 23-as évvel? Erős közepes termésről kell, hogy beszéljünk a megyénkbe. Most azért, hogy hozzáteszem, vagy itt akkor a nyírségbe, mondjuk így inkább. A Dunántóhoz képest sokkal minőségben is és mennyiségben is azért jobb volt a termésünk. Tehát akkor a mennyiséggel elégedettek, az árral, illetve az értékesítéssel viszont sajnálatos módon annyira nem elégedettek, mert hogy a méz bizony hordókban áll, ezt lehetett olvasni, hordókban áll önöknél. Mi ennek az oka, hogy nem tudják értékesíteni? A 21-es év egy kimagasló áron érték, vagy a 21-es év tavasza, mondjuk így inkább, vagy a 20-as év vége kimagasló, magas áron tudtuk a mézünket értékesíteni. Igaz, hogy befolyásolta a mennyiség is. Utána viszont a világpiaci helyzet nagy mértékben megváltozott. Folytatnám onnan, hogy a Magyarországon termelt, de vagy akkor mondhatjuk, hogy itt a szomszédos országokban termelt akász mézünk, vagy akár vegyes mézünk, nem a hazánkba, nem a közvetlen a megtermelt ország hazájába, hanem a uniós piacon kerül értékesítésre. Magyarországon is nagyságrendileg a hazánkban eladott és itt megtermelt mézek maximum 10-15%-ról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy annyi marad itthon, a többi az menne hordósan, 99%-osan hordósan az unió piacára. De főként exportra termelünk, és igen, ki vagyunk szolgáltatva az exportra. És ott sajnos a kínai, a kétes eredetű kínai, mert nem mondhatjuk azt egyáltalán, hogy minden kínai méz hamisítvány, de vannak azért kimutathatóan hamisítvány mézek, és hát még az ár lenne itt inkább a legrosszabb, mert az, hogy most ha valaki elfogadja egy vevő, hogy lehet, hogy hamisítványt tesz, az vagy fogyaszt, azzal nem tudunk a vevővel mit kezdeni. De az ár az olyan alacsony szinten van, hogy említettem itt a 21-es éveket, amíg akkor 7-8 euróért ment egy kilós, vagy egy kiló méz, az most jelen pillanatban 3 eurót nem éri el. Maga, ha bármilyen termelési költséget, vagy bármit nézünk, ugye azóta nagyszer sokszorosára, már azt is mondhatom, hogy akár sokszorosára, duplájára nőtt, és viszont ezt az árcsökkenést nem lehet a piacon egalizálni, vagy megfelelően termelni így. De a kínai méz évek óta problémát okoz a piacon, miért most az elmúlt egy-két évben okozott különösen? Ahogy mondtam, hogy végül is akkor a túl magas árunk is befolyásolta ez sajnos a 20-as, 21-es kimagaslóan magas árunk, mert maga az ár miatt is biztos, hogy lesz, vagy valamennyit csökkent a fogyasztás az uniós országokba a hazai méznek. Amellett, hogy akkor még volt egy kis vám költsége a kínai méznek, vagy akár utána folytatnánk, hogy az ukrán méznek, ezek mind eltörlésre kerültek. Amikor ők vámmentesen minden nélkül tudják szállítani, mondjuk úgy, hogy olcsóbb szállítási költséggel, azzal nehéz versenyezni. Tehát most gyakorlatilag majd, hogy nem ugyanaz a helyzet, ugyanaz a probléma, mint a gabona piacon. Teljes egészében semmi különbség nincs sajnos a kettő között. Vannak viszont változások, amelyeket meghoztak az idén. Egyrészt mármint törvényi változások, erre miért volt szükség, és hogy üdvözlik, nem üdvözlik, mennyiben segíti ez a piacot? Hát itt azért most már lassan 20 éve próbálkozunk a méz nyomon követésének, vagy a származási országok megfelelő kimutatásának a feltüntetése mellett. Ugye eddig, ha a keverékmézekről is beszéltünk, az, hogy más különböző országok mézkeverékei kerültek egalizálásra és úgy került eladásra, akkor
annyit került feltüntetésre, hogy EU és EU-n kívüli országok mézkeveréke. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy sikerült elmozdulni abba az irányba, vagyis hazánkban most már 100%-osan, de az Unióba is, hogy feltüntetésre kerül majd a származási országok helyeként százalékos formába a mézkeverékeknek a aránya. Magyarországon már csak így lehet, és bízunk benne, hogy az Unióba is a következő pár hónapban, vagy közeljövőben sikerül realizálnunk, hogy így kerül majd feltüntetésre. Mit várnak ettől az intézkedéstől? Miért lesz jobb az, hogyha a felhasználó el tudja olvasni azt, hogy hány százalékban milyen országból származó mézet fogyaszt? Ha egy kicsit visszatérlek itt a hazai értékesítésre, mi adja a hazai értékesítésnél, vagy a piacos értékesítésnél a méznek a garanciáját, a termelő arca? Ha fel lenne tüntetve bármelyik üveges mézen, akár az, hogy, vagy hát a akkor azt a nyomonkövetési rendszert kéne, hogy elérjük, hogy akár a kaptártól, vagy a fogyasztóig. A méhésznek kötelesség olyan nyilvántartásokat, olyan jelentéseket tenni, olyan számokkal rendelkezik, hogy az összes eladott méze megvan az, hogy még feldolgozó üzembe ment, onnan ki vette meg, hogy vette meg, akár egy vonalkódos leolvasó címkével meg lehetne, fel lehetne, vagy beazonosítható lenne, hogy ez a méz ettől a termelőtől, akár erről a helyről származott. Amikor most jelen pillanatban csak az került feltüntetésre, hogy unión kívüli országokból, amiről alapból kijön az, hogy kétes eredetű mézek keverékéről beszéltünk, nincs mihez kötni, nincs meg maga a bizalom azzal, hogy milyen mézet fogyasztok. Nem is az árról, hanem egyáltalán az, hogy fogyasztok mézet, vagy nem fogyasztok mézet. Ez is befolyásolja az, hogyha folyamatosan azt halljuk, hogy kétes eredetű kínai méz, és benne van egy üvegben, mert rá van írva, akkor meg szeretné azt venni a fogyasztó, vagy nem. Ha itt a nyomonkövetés realizálódna az, hogy termelőtől, amikor én leveszem a polcról és olvasom, hogy ez ettől a termelőtől van akár, vagy ezektől a termelőktől, már nagyobb bizalmat adhat a mézfogyasztáshoz. Tehát akkor összességében azt várják ettől a törvénytől, hogy rendeződik a piaci helyzet, és akkor megdövekszik a mézfogyasztás, vagy legalábbis az önök mézére jobban szükség lesz majd az európai piacon. Ha drágában is, mint a kétes eredetű mézek, valamennyivel, de akkor is szükség lesz a mézünkre. Nem csak az ára fogja befolyásolni, hogy egyharmad olyan összeggel van, hanem maga a termés minősége is. Még egyetlen egy dolog, egy érdekesség, hogyha jól tudom, itt most a magyar törvényben történt egy olyan szabályozás, hogy meg kell jelölni azt, hogy éppen az adott területen kihez tartozik az a méh család, vagy az a méh, nem legelő, hanem az a méhészet. Ugye? Hát ez már nagyon régóta így van. Ez már nagyon régóta így van. A 70/2003-as FIM rendeletnek történt egy változtatása. Uniós előírás szerint a méhészek adminisztrációs terhének csökkentése érdekében. Itt azért egy pár, nem is mondhatom végül is, inkább nem az, hogy több kézen keresztül menő papírozás fog történni, akár egy állatorvosi igazolás kiadásához, vagy egy önkormányzati bejelentés, nem kell, hogy évente megismételjük, hanem amikor létrehoztunk egy méhészetet, 8 napon belül kötelesek vagyunk bejelentkezni az önkormányzatnál, és addig a bejelentkezés tovább állandó telephelynél nem szükséges, amíg a méhészetet fel nem számoltuk. Ha felszámoltuk, 8 napon belül kötelesek vagyunk bejelenteni, hogy ez a méhészeti tevékenység megszűnt. Ugyanez ugyan nem csak az önkormányzatnál, hanem a NÉBIK-nél is kötelességünk ezeknek a jelentése, de a NÉBIK-nél ez meg is volt korábbi években is. Még egy dolog, beszélgetésünk végén 2024-re mire számítanak? Abba bízunk, hogy jobb mézárakba, és elad, még nem is csak az árak, hanem egy viszonylagos keresleti piacra. Mert amikor csak mi próbáljuk ráerőltetni valaki, hogy eladjuk, bármilyen termékről beszéljünk, ha csak el akarjuk adni, akkor az biztos, hogy áradat lesz. Ha lesz egy kis keresleti piacra, akkor már legalább önköltségesen tudnánk termelni. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.
zöldséggyümölcs feldolgozó üzem működik Gáva Vencsellőn, amelybe új gépeket is beszereztek. A 260 millió forintos belügyminisztériumi támogatáshoz az önkormányzat valamivel több mint 4,5 millió forintos önerőt is hozzátett. A beruházás célja nem csak a helyi cégek segítése, hanem a foglalkoztatási arány javítása is. A csarnokban ugyanis olyan hátrányos helyzetű helyi lakosokat foglalkoztatnak, akiket más üzembe nem vesznek fel. Főszezonban így akár 50-en is dolgozhatnak itt. Ezzel pedig nem csak gazdaság élénkítő, hanem esélyteremtő is a beruházás. Még befúliezva áll az almapucoló és a krumpli feldolgozó gépsor a Gáva Vencsellői csarnokban. Nem ez volt az egyetlen beruházás az elmúlt években, amelyet a belügyminisztérium támogatott. A kormány elindította 2019-ben a hátrányos helyzetű települések gazdaságélénkítő programját, amiben 3178 településből 127 olyan település, gazdasági mutatók alapján 440 települést választottunk ki potenciálisan, hogy hol fogunk fejlesztéseket elindítani, és 127 olyan települést találtunk, amely a helyi igényeket meghaladó termelési kapacitásokkal rendelkezik, azaz a közfoglalkoztatás elmúlt időszakában létrejöttek olyan portfóliók, amelyek továbbfejlesztésével helyi gazdaságot tudunk élénkíteni, és helyi szinten tudunk munkahelyeket teremteni. Gáva Vencsellő abban a 23 településnek a második körébe szerepel, amely fejlesztési programokat ütemezetten indítottunk el három ütemben. Itt 23 település van, egy második körös kedvezményezett, és nyilvánvaló, hogy a települési önkormányzatok, amikor elkezdtek termelni, mert mezőgazdasági földjeik voltak, egyre viszonylag korán jelentkezett az igény arra, hogy magasabb feldolgozottságú terméket is gyártsanak. Ezt a belügyminisztérium 2015-16-ban több körben is támogatta, egy magas hozzáadott értékű, illetve egy beruházás pilotot csináltunk, ami gyakorlatilag arra voltunk kíváncsiak, hogy a települési önkormányzatok ekkora programokat tudnak-e menedzselni, és tudtak. És 2019-ben kijött egy kormányhatározat, és ez a gazdaságélénkítő programot elindítottuk. Nem tagadtuk azt sem meg egyébként ebben a programban, hogy új ötletekkel jöjjenek elő. Tehát nem feltétlenül is mindenhol a közfoglalkoztatási programok alapjait vettük figyelembe, hiszen a települések különböznek egymástól sok-sok szempontból, gazdaságföldrajzi szempontból, van, ahol a turisztikai lehetőségeket látták meg ebbe, ahol nem voltak nyilvánvalóan közfoglalkoztatási alapok, tehát nem tagadtuk el azt sem, hogy új gondolatokat vigyenek bele, és új projekteket generáljanak. Hát egyrészt van egy szervezetünk nekünk, a Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, mert ezeket a programokat generálni segített, és nyilvánvaló az, hogy ezeknek a programoknak vannak fenntartási kötelezettségei. Fenntarthatóan úgy tud működni egy program, ha egy nagyon komoly üzleti számítás van mögötte, tehát ki kellett dolgozni egy programtervet, ki kellett dolgozni a projektötletet, és kellett készíteni hozzá egy üzleti tervet, hiszen fenntartási kötelezettséggel terheltek ezek a programok, és foglalkoztatási kötelezettséggel is. És ugye Gáva Vencsőle egy olyan programot nyújtott be, amit mi nyugodt szívvel meg tudtunk támogatni. A csarnok megépítésének azonban nem volt teljesen zöggenőmentes az útja. 2021-ben fogalmazódott meg ennek a csarnoknak az ötlete. Igaz, nem ezen a helyszínen, mi a vencsellői régi volt KTS épületét szerettük volna felújítani, de hát azok a tervek nem igazán jól sikerültek, vagy maga az elgondolás is, és az idő is azt igazolta, hogy csak jó ötlet volt, hogy egy új csarnokot építettünk, illetve a belügyminisztérium támogatásával, ráhatásával indultunk ebbe az irányba, mert a tavalyi év, a tökpucolás időszaka úgymond bebizonyította, hogy óriási hely, óriási embertömeg vagy állomány kell munkaerő tekintetében ahhoz, hogy ezt a feladatot végezni tudjunk. Itt csúcsidőben 50 ember dolgozott augusztus, szeptember, októberben, és most is megy a szilvafelezés, 8-10 emberrel jelenleg is dolgozunk, úgyhogy óriási jelentőségű a település életében. Egy közel 500 négyzetméteres csarnokról beszélünk, teljesen újépítésű, kiszolgáló egységek, három nagy feldolgozótér, teljesen körbe, szilárd burkolattal körbeaszfaltozva, és elég nagy területen, éppen azért, hogy a feldolgozás időszakában a beérkező terményt tudjuk hova leönteni, letárolni, mert ugyebár fokozatosan zajlik a feldolgozás. Hát több száz tonna, sőt mondani több ezer tonna tököt feldolgoztunk a nyáron, úgyhogy most két hete már csak azzal foglalkozunk, hogy kicsit kivigszoljuk az üzemet, mert azért meglátszanak ennek a nyomai. Én úgy gondolom, hogy a jövőben is óriási szerepe lesz ennek az üzemnek, változnak a szabályozók a feldolgozással kapcsolatban az élelmiszeriparnak, és nem titok, mi a Hasszó nevű
helyi cég alá szeretnénk, illetve ezt találtuk, hogy alájuk fogunk dolgozni a feldolgozással, a félkész termék előállítással, úgymond tökpucolás, szilvafelezés, almahámozás. Ami itt a hátrányos helyzetű embereknek, én úgy gondolom, kenyérkereseti lehetőséget ad. Látszik a kormányzati stratégia, tehát mindenkit megpróbálni visszavezetni a munkavilágába, illetve a még tartalék munkaerő kapacitásokat is valahogy megmozgatni. Hát Gálványcsőn pont ez történik, tehát itt is azért van még 50-60 közmunkásunk, de itt a nyár folyamán, a csúcsidőszakban, ahogy mondom, 200 ember megfordult, tehát jöttek, mentek az emberek, aki bírta a munkát, aki nem bírta, tehát egy óriási fluktuáció volt, de egy 30-50 fővel beállt az üzem, úgymond, és ennyi kellett is a feldolgozáshoz, és hát zömében hátrányos helyzetű emberek, akik már más cégekhez úgymond, szoktam mondani, nem kellenek, mi őket is munkára fogjuk, munkára bírjuk. Kicsit nehezebb ez a történet, de van értelme, én úgy látom. Az elmúlt években kiemelt jelentősége lett a településeken megtermelt zöldségek és gyümölcsök helyben történő feldolgozásának, méghozzá helyi munkaerő bevonásával. Gyakorlatilag ez egy mezőgazdasági vidék, ahol nagy tapasztalattal rendelkeznek az alma termesztésben, a burgonya termesztésben, más gyümölcsök, zöldségek termesztésében, és egy ilyen csarnok, amely az élelmiszeripart, a feldolgozást segíti, hiszen nem csak csarnokról van szó a mai átadó, hanem gépeket is szereztek, és a munkaerő szempontjából pedig azt jelenti, hogy 8-10 fő folyamatosan fog itt dolgozni, szezonban sokkal több tíz ember, pontosan majd meglátjuk, van alapanyag a helyi termelőktől, őstermelőktől, családi gazdálkodóktól, mezőgazdasági vállalkozóktól veszik meg ezeket a termékeket, és van piaca is, mert a Hasszófrukt itt van, és a Mirvesz, tehát gyakorlatilag piacra termelnek, és ez azt jelenti, hogy ebben a térségben a hagyományokra építve, a mezőgazdasági hagyományokra építve egy szintet léptünk, hiszen nem úgy adjuk el a terméket, hanem feldolgozott, konyhakész, mirelit formában, és én azt gondolom, hogy ez Gálványcsellő számára és a térség számára egy jó lehetőség. Ez volt az első gondolat, amikor az üzemben gondolkoztunk, hogy hát olyat találjunk ki, amely piacképes. Tehát olyan, nem is az, hogy terméket ki. Tehát most gyárthatunk volna poharat, vagy köcsögöt, vagy bármit, annak piac kell, el kell tudni adni. Itt nekünk azért a településen van a Hasszó és a Mirvesz nevű nagy cégek, amelyek szilvából, almából, tökből töménytelen mennyiséget vásárolnak fel, és ők ezt tovább feldolgozzák, értékesítik külföldi piacokon is. Úgyhogy nekünk adott volt, hogy mi alájuk dolgozzunk. És ahogy mondom, az élelmiszer biztonsági szabályok, ahogy változnak, tehát az ilyen üzemeknek lesz létjogosultsága. Tehát megszűnnek azok a mezőgazdasági feldolgozások, hogy otthon a színbe én majd megpucolom a tököt és beviszem a Hasszóba, ez megszűnik. Ezért kell lesz ez az üzem itt a településen. A tavaly megkezdett munkát pedig idén is folytatják a településen, sőt, az sem kizárt, hogy a későbbiekben bővül majd a csarnok, ahol elő tudják állítani ezeket a tisztított, darabolt konyha és félkész termékeket. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra. Jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!